Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek benneteket egy újabb Happy Wheels videóban. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és szerintem vágjunk is bele. Úgy gondoltam, hogy néhány újabb játékosok által készített pályán fogok játszani. Az első a Szabadulj ki az irodából című pálya. Nézzük. Aha, azt mondja, hogy utálja a munkáját, és most már nem akar itt dolgozni. Hoppá, mennyit alattunk a föld. Ez itt mit mond? Ja, hogy nem mehetek el csak így. Neki pedig segítség kell. Hát... nem tudok mit csinálni. Le is zuhant szegény, úristen. Hát ez nagyon beteg. Aha, nincsen áram. Ugorjak ki az ablakon. Az érdekes lesz. Hát oké, okay, hova esek? Ja, azt hittem sokkal nagyobbat kell majd esnem. Itt most szét fog törni, aha. Jó, akkor... szerintem menjünk vissza, mert ott csak egy épület van, és az állja az utunkat. Oké. Okay. Szépen széttörjük az ablaküveget. Menjünk is. Nem tudom, hogy neki mi baja volt, de szépen átgázoltam rajta. Igazából nem nagyon ellenkezett. Ah, hogy ezt is ki kell törni. Hát nyilván ez igazából egy teljesen természetes dolog. Nem is értem most, miért lepődtem meg. Mondjuk, ha hátra ugranék, akkor az nagyban megkönnyíteni a dolgomat, így né. Te is elmész? Hát igen. Ezt kérdezte tőlünk a papa. Éppen mondta az ember a másiknak, hogy tök jól néz ki ez az ablak, igaz? És akkor pont akkor estünk rá. Hát, most veszem észre, hogy belinkált egy kisebb üvegszilánk. Nem is akárhova. Na mindegy, hát úgy néz ki, hogy meg se kottyan nekünk. Veszély. Hú, az igen. És mintha nem is történt volna velünk semmi. Hát jó. Aha, a főnök keres minket, úgyhogy jobb, ha sietünk. Hát gondolom észrevette, igen, hogy elhúztunk. Aha, itt sincs áram. Érdekes egyébként, nem én nyúltam hozzá, tehát nem tudom, hogy itt mi történt. Aha, megtaláltak, és most utánam jönnek. És kitört a fél bokám, de hát mindent a győzelem érdekében. Szétszedjük ezt az épületet. Álljak meg futás. Próbálnak rám lövöldözni, de nem nagyon húzták meg a ravaszt, szóval nincs mitől félnem. Ő is valami fegyverrel próbált engem megállítani. Hát nem jött neki össze. Te mit mondasz? Aha, közelednek a biztonsági őrök. Jó, hát azért vannak olyan munkatársak, vagy volt munkatársak, akik velünk vannak, és próbálnak segíteni nekünk, viszont már mindkét lábamat sikerült. Opa! Elhagytam az egyiket. A Mikulás pedig keres valakit, lehet, hogy épp engem, de szépen elosontam mellette. Aha, ő is le akart lőni, de elsiklottunk mellette, jó gyorsan. És a lábamtól nem tudok menni, el kéne valahogy... Aha, úgy, arra gondoltam én is. Oké. Okay. Ajaj, el akarnak kapni, gyerünk, mindjárt kijutunk, és megvan, kijutottunk az irodából. És különösebb bajunk nem is lett, csak ott hagytuk a lábunkat. De hát kell nekik valami emlék a csodálatos munkatársukról. Happy Wheels háború. Na, ez nagyon érdekesen hangzik. Ő és tényleg mindenki háborús hangulatban van. És a gyerekeket állították ki. De jó Isten, szét kell törnünk a falat. Hát simán átfutottunk rajta, vagy hát nem pont futottunk, ugyanis kerékpárral közlekedünk. És ott van velünk egy olyan gyerek, aki hasonlít azokhoz a gyerekekhez, akik részt vesznek a háborúban. Törjük szét az üveget. Hűha, ők nagyon kemények. Óvatosan kell... Jó, az egy kicsit belinkált. Tudok még menni? Nem, mert van egy kisebb horzsolás a fejemen. Nem baj, hát akkor próbáljuk újra. Én egyébként kiírta, hogy köszöntelek téged a Happy Wheels háborúban. Hát, köszönöm szépen. Meglátjuk, hogy véget tudok vetni a háborúnak, ahol gyerekeket vetnek be. Az emberek. Na most ezt óvatosabban kéne csinálni. Mondjuk, ha neki megyek. Aha, jól gondoltam, akkor az összes úristen egymást nyársalták fel, de jó ég, oda se nézek. És ezt valahogy át kéne ugrani, mert itt láncsa vár minket. Nem is kevés. Jaj, nem. Jó van, maradj már csömbben. Oké, okay, most már csömbben lesz. Valahogy kéne egy kicsit
puhítani itt a földet, mert ha neki megyek, akkor az csak lassít, illetve kimozdítja a karakteremet. Mondjuk így egy kicsit elsepregetem a hullákat. Jaj, nem így gondoltam. És ott van egy király, akit meg kell ölnünk. Hát, oké. Neki ment a kerékpárom, és megölte a királyt. És pont egy perc alatt végeztem, de szeretném én személyesen megölni a királyt. Nem csak a, nehogy már egy kerékpár mentse meg a Happy Wheels világát. Úgyhogy szépen áttörünk ezen a falon, ami kisebb bonyodalmat okoz nekünk, de megoldottuk, és megint itt van egy gyereksereg, akiken csak úgy árgázoltunk, mintha mi sem történt volna. Oké, menjetek arrébb, légy szíves, majd később beszélünk. Hát őt nem tudom arrébb tolni, de nézzük. Hő! És megvan! Oké, nem baj, most megöllek. És a bot végével öltem meg. Na hát szeretném azért személyesen befejezni ezt a Happy Wheels háborút, és megmenteni a Happy Wheels világát. Mert az, hogy a kerékpár ölte meg, az azért nem egy nagy dicsőség. Mondjuk, ha őt meglököm, igen, akkor ugyancsak sikerül átjutnom. Hoppá, bocsi, es már le oda, mert akkor nem kell itt azzal ügyködnöm, hogy arrébb rakjalak téged, mert ugye, ha itt marad, akkor csak lassít engem. Oké, lement ő magától is. Jó, hát egy némi segítsége. Az nem így kellett volna! Nem baj, nem baj. Csak a gyereknek lett baja. És megöltük igazából, most már én is itt voltam, nem csak a kerékpárom. Úgyhogy egy elég vicces módon, úristen. De megöltük a királyt, és véget vetettünk a Happy Wheels háborúnak, úgyhogy folytathatjuk a játékot. Itt van egy pálya, ami azt mutatja be, hogy lehet meghalni a Happy Wheels szinteken. Hát nézzük. Az első, hát kíváncsi vagyok. Nyomjuk meg. Az igen. Hát az egy kicsit fájhatott. Az durva volt azért jetpackkel. Igen, elég durván nézett ki, nem baj, engedj át, légy szíves, nézzük a másodikat. Karddobálás. Na most ki fog meghalni? Igen, ismerős egyébként, mert vannak olyan pályák, ahol ez a cél, és véletlenül rossz időben engedjük el a kardot, és saját magunkat találjuk el, hát azért az nem egy kellemes érzés. Hát engedsz, köszi. A következő a tüske esés. Hát nem is tudom, mire számítsak. Igen, valahogy éreztem. Elég ijesztő dolgok. 99%-ig lehetetlen. Na nézzük. Vajon meg tudja elszerezni az érmét? Nem sikerült neki. Hát igen, sort üzet nyitottak rá. Hát engedsz, köszönöm. Következő. Van itt egy ágyú. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Jaj, valakit beleraktak. Nem is valakit, egy baltát is, és... nem is folytatom, ez elég... Ez azért elég durva volt. Van itt egy Epic Jump, tehát Epic Ugrás nevű pálya. Kíváncsi vagyok, fel kell gyorsulni. Aha. Az igen, ez tényleg epic volt. Oh my god. What the... Igen, elég érdekes elnevezések, ugye attól függ, hogy hova sikerül esnünk a lendülettől. The line, a vonal. Oké. Induljunk el. Az igen! Hát ezen hogy kell átjutni? Mi van akkor, ha kicselezem a vonalat? Azt mondom neki, hogy itt vagyok, aztán mégse. Oké, nem. Akkor így. Mondjuk így. De nem annyira akartam előre menni, de sikerült! És aztán elkapott. Hát igazából bent vagyunk, tehát ez volt a cél. Windows 10 demo. Váó, és itt van a profil. De jó. Tök jó lett. Ó. Oh. Itt van egy mappa, ahol lehet játszani GTA 5-öt. Nem engedi, hogy rákattintsak. Akkor nézzük a Happy Wheels exe file-t. Úristen, ennyi volt, ez csak egy demo. Hát, jó. Szabaduljunk ki a dobozból. Oké, gyerünk, gyorsan! Hú, sikerült! Elsőre sikerült! Az igen. Nézzük meg, hogy mi történt volna, hogyha nem sikerül kijutnunk. Nem hangzik túl jól. Úristen. Az igen, de ez meg se ölt minket. Innen még simán ki tudnék jönni. Nézd csak, hopp. Kicsit mutatványozok, és már kint... kint is vagyok. Ne mozdulj, az a pálya címe. Nem nyúlok semmihez, csak úgy elmondom. Magától elindult az egész.
Az igen. Ez olyan jól időzítve van. Hát ez nagyon jó volt. Ez nagyon tetszett. Nem csináltam semmit, és történt halál nélkül minden. Nagyon jó volt. Az üvegkaland. Oké, ez nem túl bizalomkerjesztő. Első lépés. Törjük szét. A nuboknak 10-es szélességű. Akkor van egy oké szint. Ez 20-as szélességű. Mondjuk, ha ugranék, akkor az lehet, hogy nagyban. Hogy tudok ezzel én ugrani? Ja. Itt csak ilyen ugrás van. Az igen. Tudod valamit az apuka azért? Talán ha lendületből mennék, akkor sikerülne is. Nézzük csak. És... Tényleg sikerült. Oké, 30-as szélesség. Ennek megint kell egy kis lendület. És sikerült, csak egy kicsit nehéz volt. Talán nagyobb lendületre lett volna szükségünk. Mindegy, átmentünk rajta. Nagyon jó, 35-ös szélesség. Oké, kicsit arrébb... Jaj, bocsi. Kicsit arrébb rakjuk az üvegszilánkokat. És első próbálkozásra sikerült, elég nagy lendülettel. Elképesztő, 40 szélességű. Oké. Na nézzük innen. Gyerünk, itt van. És... Hú, ez azért tényleg elég vastag. Törjük már szét azokat, mert abban neki fogunk menni a következő lendülettel. És itt már meg is kérdezi, hogy hacker vagyok-e. Mert hogy azt valószínűleg már lehetetlen széttörni. Vagy legalábbis nagyon nehéz. Na nézzük. Teljes sebesség. Gyerünk. Oké, és... Ez az! Oké, vége van az első szintnek. Az igen! Ezzel elmehetnék a cirkuszba. Mit keresnek itt nagypapák? Nem tudom, mindegy, folytatás erre. Ja, hogy ez még csak az első rész volt, és ennyi volt. Hát ez nagyon tetszett igazából. Szeretem az ilyen kis akadályokat. És igazából ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és jól szórakoztatok. Ha ez így volt, kérlek, jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben. Hogyha pedig újak vagytok a csatornán, és tetszenek a videóim, kérlek, iratkozzatok fel továbbiakért. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!